Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Üdvözlöm a kedves nézőket! Többen megkerestek minket, és azt szerették volna tudni, hogy milyen is az a kóser konyha, Schlön, kérésüket teljesítjük. Ellátogattunk Zuglóba, a Laki Adolf utcai központi konyhába, és a konyha vezetőjével fogunk egy villámriportot készíteni, majd megnézzük, hogyan készül egy konyha a bármicvóra, és megtudjuk, hogy mit esznek a kórházakba, a népkonyhán, és hány ezer embernek főznek. És minden kérdésre meg lesz a válasz. Mégis, ha valaki úgy érzi, hogy valami kimaradt, írjon nekünk, és kérését teljesítjük, és akkor csapjunk is bele. Helyszín Zugló, pénteken reggel vagyunk, tudják, az örökkévaló megteremtette a világot, majd megpihent. Most mi még a pihenés előtt vagyunk pár órával. Üdvözlöm! Jó reggelt kívánok! Szántó úr, mi történik ebben a hatalmas konyhában? Ebben a hatalmas konyhában jelen pillanatban a munka utáni csend van, mert hétfő, szerda, pénteken van az ebédek kiszállítása, és a pénteki háromnapos kiszállítás, péntek, szombat, vasárnap, már reggel 8 órakor elindultak a kocsik, tehát itt már semmilyen étel nem található, a kórházat kivéve és az iskolát kivéve, azon ételek közül, amelyek hétvégén fogyasztásra kerülnek. Tehát tulajdonképpen ami tálalás most folyik, az már házon belül nem kiszállítandó ételeket tálal. Hány emberre főznek naponta? Igaziból még nem adtam össze, de elmondhatom, hogy 700 reggelit készítünk, 400 vacsorát, 500 uzsonnát és kb. 1200 ebédet. Az ebéd az úgy tevődik össze, ez a létszám, hogy körülbelül 300 főre főzünk a Mazsihi Szeretett Kórházba. Van egy 100 fős idősek otthona Újpesten, 100 gyerek étkezik az óvodába, körülbelül 300 gyerek az iskolába, itt helyben. Az Orzséra szállítunk ebédet, a Bálintház kollégiumába, az Anna Frank kollégiumba szállítunk vacsorát, és körülbelül 200-220 főnek házhoz szállítunk ebédet. Ez a létszám sajnos évek óta folyamatosan csökken. Zömmel holokauszt túlélőknek szállítunk ebédet, sajnos itt hagynak bennünket. Esti legenda szerint, ha valakinek bármicvója, bátmicvója, avagy egy britje van, vagy bármilyen zsidó rendezvény, ha jót és finomat akar enni, adni a vendégeinek, avagy egy salesideszt akar adni, vagy halvacsorát, akkor az út ide vezet. Így van ez? Ezt nem tudom, hogy az utak hova vezetnek, ez nagyon hízelgő ez a vélemény, remélem igaz. Hál' Istennek van megrendelésünk rendszeresen, hétvégén a kidusok minden körzetben tartanak kidust, ahol vacsorát adnak, ki hideget, ki meleget. Most kivételes helyzetben vagyunk, holnap egy közel 200 fős bármicvó lesz a betlentéri körzetben, annak a előkészületei folynak. Ennek a részleteit nézzük meg, hisz tudják nézőim, a bármicvon ugyan ott leszünk, de minek utána ez szabadkor történik, felvételt nem készíthetünk, úgyhogy mi már előre fogjuk tudni azt, hogy mit fognak ott szabadkor fogyasztani, sőt a tortát is megörökítjük önöknek. Akkor nézzük, mi folyik itt, mi történik az ön háta mögött éppen. Itt éppen palacsintát sütnek, ott pedig a leveseket tálaljuk. És azt akarja mondani, hogy egy ilyen nagy üzembe a palacsinta teljesen megszokott házi módon készül, nem gépek okádják ki magukból? Hát ön is mondta, hogy palacsintát készítünk, és nem műpalacsintát. Ez rendes fekete palacsinta sütőbe, hagyományosan, igen. Ezt hívják palacsintának, én legalábbis ezt ismerem palacsintaként. Akkor nézzük az ön híres leveseit, amit ott éppen készítenek. Bandukoljunk oda és nézzük meg, hogy mi is van ezekbe a levesekbe, és ki fogja ezt tenni. És már is itt látjuk a séfet.
Üdvözöljük, séf úr! Hogy is hívják ön? Kaludjár Csaba. És úgy tűnik, hogy egy perce sem hagyja abba a munkát, minden percért kár. Ez itt egy repülőtéri kifőzde, vagy mi ez? Csak ventilátorra előhűtjük a levest, utána becsomagoljuk, és majd megy a sokkolóba. És miért megy a sokkolóba? Mondja el nézőinknek, mi is az a sokkoló, miért találták ki? Azt nem mondja el, hogy mibe kerül, mert biztos sokba. Igen, sokba kerül. Azért találták ki, hogy minél hamarabb lehűljön az étel, és ezáltal sokkal tovább eltartható, több napig is. Ez a leves most kiknek készült, és milyen leves ez? Ez egy májgaluska leves, ez az a házakhoz, amit szállítanak ki a hitközség, és ezt hétfőn fogják megkapni. Mikor találkozott először azzal a fogalommal, hogy kóser étkezés? Hát azzal már nagyon régen, már 25-30 éve lassan, de effektíve a 13-14 éve főzök kóser. Azóta itt főz? Egy étteremben főztem először kósert, és utána pedig most már 11 éve itt főzöm. Volt idő, amikor abban az étteremben rendszeresen közétkeztettem magamat, azóta meg ezt teszem, hát a különbség az érezhető. Miért is érezhető? Hát mindenféleképpen érezhető, mert egy étteremben 20-30 főre főztünk menüt, itt pedig 400-500 főre főzünk egyszerre levest. De mint nézőink jól látják, ha fordulok egyet a kamerába, akkor látszik, hogy nem csontvázalkatom, ezek szerint mégiscsak nem kalóriamentes, amit főz. Nem kalóriamentes, de természetesen odafigyelünk, mert főzünk diabetikusoknak, epéseknek, különböző diétákat főzünk, úgyhogy az idősebbeknek odafigyelünk az étkezésére. Szántó úr az előbb említette, hogy ön főz a kórháznak is. Van diétás nővér is, mint minden kórházban, és azok szekálják ön? A kórháznak van saját diétás nővére, aki meg átnézi az étlapot, és megállapítja, megmondja, hogy miből, mennyi hány adagot kell főzni kinek. Akkor most magyarázza el nekünk, hogy látom, hogy ezekben a repülőtéri kiszerelés, ez méreg drága lehet. Mégis ez a higiénia követeli meg, hogy nem éthordokba viszik, hanem a 21. századnak megfelelően? A higiénia mindenféleképpen, ugyanis nem tudnánk már úgy elmosni egy műanyag edényt, hogy az megfelelő legyen a mostani követelményeknek már. Akkor nézzük tulajdonképpen, mi történik most ott. Egyenként leheggeztik? Igen, egy gépbe kettő doboz megy be, amit fóliával utána melegen rásütik a magára a doboz tetőre, utána bekelül egy rácsra, és ezt a rács megy be a kocsiba, és a kocsit meg fogjuk betolni majd magába a sokkoló kamrába, a hűtőkamrába, ahol körülbelül egy óra alatt ilyen 80 fokról, olyan 2 fokra hűl le az étel. Akkor most legyünk oknyomozó újságírók, és mutassa meg a kamerának, hogy mi is van ebbe a levesbe. Ez egy májgaluska leves, amiben... Már említette. Igen. Ugye benne van a... Megfőzünk egy hús alaplét, és utána özöltségeljük, majd csirkemájból készítettük el magát a májgaluskát, amit bele szaggattunk, felfőztük, és utána már csak a tálalás van hátra. Szántó úr, és honnan szerzik be a zöldségeket, mert ugye az sem mindegy. Mióta itt dolgozunk 14 éve, azóta egy maszek zöldséges hozza nekünk minden reggel a friss árut, gyönyörű első osztályú árut hoz nekünk. Akkor menjünk tovább, mi mindent látunk. Itt a háta mögött látjuk ugyanazokat a fűszereket, amit minden háztartásban. Mitől kóserek ezek? Hát ezeket a rabinátus ellenőrzi, vagy a hekselt adó rabi, melyiket ki. Ezek a gyártás során megfelelnek a kósersági feltételeknek. Heksel, vagyis kósersági jel nincs rajta, de anélkül is kóserek. Szántó úr, a holnapi bar mitzvónak a tortáit látjuk. Látom, hogy ezt nem csak megcsinálni kell, hanem gondoskodni is, hogy éppen kiszállításra kerüljön. A kiszállítással nincs probléma, azzal van probléma, hogy épségben odaérjen, mert hiszen egy hirtelen fékezés és a torta összecsúszik, de a cukrász kollega éppen a tálca rögzítését végzi, hogy ne tudjon megmozdulni. És akkor mit láthatunk, mi van ideírva? Bis 120, legyél 120 évig. Ez egy zsidó jó kívánság, inkább jid is, azt hiszem. Igen. A másikon azt látjuk, hogy Mazel Tov Benő, hisz aki nem tudja, az most megtudhatja,
holnap lesz Benő 13 esztendős, azaz holnap járul a tóra elé, és akkor lesz a bár micvója. Mindazt nézőink már tudják is, sokszor beszéltünk róla, de majd visszatérünk, hogy a fiúgyerekek 13 éves koruktól önállóan felelősek tetteikért, és ezt egy bár micvó keretében ünnepeljük meg. Természetesen a lányokról is van gondoskodás, ők 12 éves korukban bat micvók lesznek. Lányoknak is készülnek ekkora torták? Igen, egy évben többször szokott bat micvá lenni, és rendelnek nálunk különböző dolgokat. Igaziból ez egy 200 fős bat micvó, mint említettem, azért ez nem egészen szokványos ma Budapesten. Antó úr, itt látjuk, hogy minden a kóserságnak megfelelően történik. Mit tud nézőinknek mondani, hogy miért fontos, hogy az edények is megfeleljenek az előírásoknak? Milyen előírásoknak kell, hogy megfeleljenek? Ezek az edények, ezek igen kóser edények. A megvásárlása után mikvébe meglettek mártva, és ezek az eszközök innen csak vallásfelügyelő kíséretével kerülhetnek ki az épületből, és ahol ezeket az eszközöket használjuk, minden pillanatban jelen van vallásfelügyelő. Tehát vallásfelügyelő... Mit úgy hívnak, hogy mesgiach. Mesgiach, igen. Tehát ezek az eszközök felügyelet alatt kerülhetnek csak innen ki egy rendezvény, és a rendezvény teljes időtartama alatt jelen vannak. Egy étel nem csak akkor kóser, egy étel kósersága az is szükséges, túl azon, hogy kóser konyhán készüljön, hogy kóser eszközökkel fogyasszák el. Mit csinál ön Pészakkor? Hisz Pészakkor is vannak rendezvények, sőt egyre több. Akkor egy másik szettet vesznek elő? Hát igen, egy normális zsidó családban ez úgy történik, de azért ez egy nagy üzemi konyha. A pészaki húsvéti rendezvényekre sajnos csak műanyag eszközöket tudunk biztosítani, mert ezért a 8 napért nem tudunk tartani egész évben valahol egy raktárban nagy mennyiségű pészaki edényt. Természetesen ezekben az üvegpoharakban csak is kóserborokat lehet fogyasztani, ha jól értem. Hát lehet nem kóserborokat is fogyasztani benne, csak utána már a pohár ide-vissza nem hozható, tehát az a pohár már nem kóser. Különleges áruraktárban vagyunk. Mi készül itt? Mit csomagolnak itt? A budapesti zsidó hitközség egy évben 6-szor, tehát 2 havonta, körülbelül 700 darab csomagot küld arra rászorulóknak. Ebből körülbelül 450 budapesti csomag, és 250-et pedig vidékre szállít a posta. Mit tartalmaznak ezek a csomagok? Hát ha a kamera körbe megy, akkor nagyon jól látni, hogy mik azok, amik bekerülnek a csomagba, de ezeken a konzerveken, zöldség konzerveken, kávén, teján, lekváron kívül még napi árut is kapnak, persze sajnos csak a budapestiek, ma vidéki csomagokban ezt nem tudjuk megoldani, de zöldséget, gyümölcsöt, tojást, ami súlyosabb, és nehezen tudják az idős emberek fölcipelni a lakásba, olyan árukat is kapnak a budapestiek. És akkor nézzük, hogy mi minden van egy ilyen csomagban, talán, hogyha puskázna. Ez a március-áprilisi csomag, ez elég korlátozott az elkészítési lehetőségünk, mert Pészak ideje beleesik ebbe a csomag szállítási időpontba, és Pészaki áru most még nincsen, viszont szeretnénk, ha Pészakra mindenki megkapna ezt a csomagot, úgyhogy ilyen értelemben nehéz helyzetben vagyunk. Ez a budapesti csomag, amiről beszélek, étolajat, HSC-t, kristálycukrot, különféle zöldség, blonduel konzerveket, zöldborsót, bébirépát, kukoricát, almabefőttet, csemegeuborkát, porcukrot, sót, megybefőttet, és a zöldségárukból pedig burgonyát, vegyes zöldséget. Itt van például egy diabetikus Seder Mána Extra Jam. Azt még elfelejtettem mondani, hogy külön összeállítást készítünk a cukorbetegek részére, tehát mást kapnak azok, akik cukorbetegek. Ez éppen egy diabetikus
Jam. Ezt a Pacific cég készíti, a rabinátus felügyelete alatt áll a készítés. Heckscher nincs a terméken, de Heckscher nélkül is kóser. Félre ne értsék. Ezen a terméken például kóser, de nincs rajta Heckscher. Azért nincs rajta Heckscher, mert ezt kimondottan a rabbinátus felügyelete alatt ezeknek a csomagoknak készítik. Az üzletekben csak is olyat vásároljanak meg, amin rajta van a bélyegzője a rabbinak, illetve rá van nyomtatva, hogy melyik rabbinátus és mikor adta meg a Heckschert. Arról, hogy milyen fajta Heckscherek vannak, majd egy következő műsorban beszélünk. És akkor nézzük tovább, hogy mit rejteget még a lakikonyha. Nézőim, és mikor elkészült a termék, az ízletes ennivaló, avagy a rendezvényre a sok-sok finomság, ezt valakinek ki is kell szállítani, és már is kérdezem a budapesti zsidó hitközség szállítási osztályvezetőjét, mit látunk itt? Itt azt a tevékenységet látjuk, ami után az ételek belettek tálalva, belettek badellázva, ezek így kerülnek kiszállításra a különböző körzetekbe és intézményekbe, az óvodától kezdve a szociális otthonig, az ételkiosztókig és a templom körzetekbe. Ez például itt hova megy? Ez megy az óvodába, a rabbi képzőbe és a Veselényi utcai Herman Lipót klubba, az idősek Herman Lipót klubjába kerül kiszállításra. Minden hétvégén van egy kidus. Ezek a kidusokra mennek? Igen, ezek a kidusokra mennek körzetenként, minden pénteken van kiszállítva a templom körzetekbe, hova több, hova kevesebb, de minden, ez minden heti elfoglaltságunk és tevékenységünk, amit meg kell csinálnunk minden pénteken. Hány emberrel dolgozik a szállítási osztály? Velem együtt jelenleg 7 emberrel dolgozik, már csak.